A pagodák ösvénye egy egyszemélyes logikai játék, amelyben a pagodák ősi rejtélyét kell megoldani, ösvények és hidak megfelelő elhelyezésével. A doboz tartalmaz egy játéktáblát, 3 pagodát, 7 útvonalat, egy feladványfüzetet és magyar játék leírást. 3 fajta pagoda van, ez a tetőjük alapján látszik, van 1, 2, illetve 3 tetővel rendelkező, és ennek a pagodának 2 bejárata van, mind a 2 a földszinten. Ennek a pagodának 1 bejárata van a földszinten, 1 pedig az emeleten, és ennek a pagodának is 1 földszinti és 1 emeleti bejárata van. A feladványokban a számok jelzik, hogy a pagodának hány tetője van, továbbá a fekete nyilak a földszinti bejáratot jelölik, a fehér nyilak pedig az emeleti bejáratot jelentik. Az első feladványban tehát a 3-as pagodát úgy kell elhelyezni, hogy a földszinti bejárata arra, az emeleti pedig arra nézen, a 2-es pagodát pedig így kell elhelyezni. A játék célja pedig, hogy úgy kell felhelyezni az utakat, hidakat, hogy a játéktéren lévő pagodákat összekössék. Vannak olyan utak, amelyek csak a földön haladnak, és vannak olyanok, amelyek emeletre mennek fel. A megoldások során ilyen hidak alakulhatnak ki, a hidak alatt pedig futhatnak utak. Bár minden pagodának 2 bejárata van, a feladványok megoldásánál nem szükséges mind a 2-höz eljutni, és a feladványok megoldásához nem szükséges az összes utat felhasználni. Az első feladvány megoldása csupán ennyi, tehát ezzel az úttal a 2 pagodának a földszinti bejáratait összekötöttük. Összesen 80 feladványt tartalmaz ez a füzet, 5 nehézségi szintbe sorolva, így tehát nehézségi szintenként 16 feladvány van ebben a feladványfüzetben. Itt van a következő sárga nehézségi szint legkönnyebb feladványa. Ennek a megoldásához erre a 2 elemre lesz szükség. Ez tehát a 3-as pagoda földszinti bejáratát köti össze a 2-es pagoda emeleti bejáratával. A következő nehézségi szint legkönnyebb feladványa. Így néz ki, ennek megoldása már jóval összetettebb. Itt ugyanis a 3 pagodát kell összekapcsolnunk, és nem kell minden pagodának minden pagodával kapcsolatban állnia. Elég, ha mindegyik pagodából el lehet jutni minden pagodába, akár más pagodán keresztül is. Itt tehát tulajdonképpen 2 útvonalat kell megépíteni. Itt van a következő nehézségi szint legkönnyebb feladványa. Ennek a megoldásához már az összes útvonalat fel kellett használni. Ezek pedig a legnehezebb feladványok. A füzet végén pedig megtalálhatók a megoldások is. A pagodák ösvénye feladványai közül a legkönnyebbeket egészen kicsik is meg tudják oldani, de a nehézségi szint növekedése még a felnőtteket is komoly kihívások elé állítják. A legnehezebb szint pedig tényleg varázslóknak való csak.